A Jövőnk Záloga szakképzési kiállítás célja elsősorban az orientáció. Olyan játékokkal, bemutatókkal vonjuk be az érdeklődőket, mely megalapozói a későbbi szakképzésnek, mondta Csapó Gábor, a Szekszárdi Szakképzési Centrum főigazgatója. Megítélése szerint a szakmatanulás presztízse nőtt az elmúlt években. A jövő évtől pedig jelentős változások lesznek az intézményhálózatban is, megalakulnak a technikumok és a szakképzőiskolák. Mi hisszük azt, hogy a tudás nem a fejből megy a kézbe, hanem a kézből a fejbe. Mi nagyon gyakorlatorientáltan szeretnénk a munkákat végezni, hiszen erről szól maga a szakképzés is. Ezért itt sok-sok játékkal, gyakorlattal segítjük a gyerekeknek az affinitásának a kialakítását. A fiatalok jelentős része ezeken a fórumokon találkozik először igazi szakképzőiskolákkal. Itt kaphatnak képet a kínálatból, mondta Juhász Gábor, az Adienre szakképzőiskola igazgatója. Nagyon fontos az, hogy a fiatal korosztály is megjelenjen ezeken a kiállításokon, mint éppen a mai napon is. Azok, akik még messze vannak a pályaválasztástól, de a pályorientációhoz sosincs elég korán kezdeni a dolgot. Szerintem ez a rendezvény erre most egy kiváló lehetőség a tanulóknak. A Jövőnk Záloga kiállítás közel 30 résztvevője szombatig várja az érdeklődőket. A szakképzési centrum iskolái mellett a felsőoktatás, a gimnázium és az egyéb középiskolai képzések, valamint az érettségit követő szakmaszerzés lehetőségeiből is képet kaphatnak a látogatók.